Üdvözlök mindenkit, Bodó Gyula vagyok, az ADL tanácsadó csoportban. A ránk újonnan találóknak szeretnénk újonnan elmondani, milyen fórumokon találnak meg, ugye újra és újra, a régebbiektől elnézést kérek, mindig ezzel untatom őket, de továbbra is, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor az ADL tanácsadó nevű zárt Facebook csoportban fog megtalálni minket, és talán ez a leggyorsabb fórum, amin válaszolni tudunk bármilyen ADR, illetve ugye veszélyes áruszállítással kapcsolatos kérdésre. Természetesen ezeket a videókat továbbra is a Transport Infónak az oldalára, a YouTube csatornájára töltöm föl, és ott tudtok kommentelni, esetleg még itt is tudtok kérdezni, ezeket a kommenteket is észreveszem, hogyha odaírnátok esetleg. És természetesen a Péter által üzemeltetett oldal az, ami egy elég jó segítség azoknak, akik ADR-rel dolgoznak, ha csak egy UM szám alapján kellenek információk, akkor nagyon gyorsan fogtok minden információt megtalálni, ha csak a 3.2-es táblázatra lenne szükségetek, akkor ez az is nagyon gyors, ha hirtelen nekem is valamilyen UN számra van szükségem, vagy éppen az, hogy milyen szállítási kategóriába tartozik esetleg, vagy bármilyen más gyors információra lenne szükségem, akkor föl szoktam ütni, és akkor 2 másodpercen belül megvan az információ. Úgyhogy továbbra is szeretettel ajánljuk ezt az oldalt, illetve akinek bármilyen hasonló oldala van, nagyon szívesen ajánljuk azt is, úgyhogy nyugodtan jelezzétek, ha bárkinek bármilyen segítsége van ebben az adott témában, azt nagyon szívesen reklámozzuk. Na de haladjunk tovább az anyagunkban, ami továbbra is a dokumentumok kitöltése. Ugye ez az, ami az úton leggyorsabban látszik, ez az, amiben talán a leghamarabb lehet belekötni, hogyha egy jól felkészült hatósággal találjuk magunkat szemben. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy szépen lassan végigmegyünk ezeken a bejegyzéseken, mikor, mire van szükség. És a mai nap elérkeztünk a következő részhez, amely a 640-es különleges utasítás szerinti információ feltüntetését teszi kötelezővé. Na most miről is van is pontosan szó? Arról van szó, hogy van egy különleges előírásunk, ami megköveteli, hogy a fuvarokmányban a 640X különleges előírás bejegyzést tegyük meg, amiben az X az a 3.2-es fejezet átáblázatának 6. oszlopában, ugye a 640-es különleges előírás után szereplő nagybetű. Most az egész nagyon kacifántosan hangzik, ugye ez így nem tiszta, úgyhogy mindjárt ezt el fogom magyarázni, úgyhogy a mai előadás az igazából csak erről fog szólni. Úgyhogy ugorjunk is át szépen gyorsan a 640-es különleges előírásra, ami elárulja szépen itt nekünk, úgyhogy, hogy a 3.2 fejezet átáblázott oszlopában említett fizikai és műszaki jellemzők különböző tartánykódokat határoznak meg ugyanazon csomagolási csoportba tartozó anyagok ADR tartányokban történő szállításához. Na most ez megint micsoda, ez egy gyönyörű mondat, le kell fordítani ehhez. Megmutatok nektek egy példát a 3.2-es táblázatban, de igazából több példát fogok mutatni. Ez arról van itt szó, hogy ha megnézzünk és találunk egy olyan anyagot, amiben meg fogjátok látni ezt a 640-es különleges előírást, egy picit lentebb görgetünk, és meglátjátok ezeket a betűket is mögötte. Itt arról van szó, hogy ha megnézitek, hogy alapvetően ezt a két anyagot, ha csak a táblázat információit látnánk igazából, illetve letakarnánk itt a, mondjuk ezeket a különböző információkat a, ugye a kettes oszlopban, akkor nem tudnánk megkülönböztetni őket, mert azt mondja, hogy van egy UN1202, ez is UN1202, ennek a csomagolási csoportja 3-as, ennek a csomagolási csoportja is 3-as, és innentől kezdve alapvetően az előírásoknak is nagyjából ugye meg kellene felelni. Na de ha megnézitek itt ugye a fizikai különböző jellemzőit az anyagoknak, ahogy írta a szövegben is, ugye ezek eltérnek. És ezért, éppen ezért, ha megnézitek bizonyos szinteken, illetve bizonyos anyagok között, ugyanannál, itt most ennél a két anyagnál lesz igaz, hogy ugyanaz az UM szám, ugyanaz a csomagolási csoport, de a tartánykód mégis el fog térni. Miért? Azért, mert különböző jellemzői vannak ennek az anyagnak. Annak ellenére, hogy a veszélyesség besorolása ugye csomagolási csoport szerint 3-as, ennek is 3-as, ugyanaz az UN szám, ugyanaz az UN szám, és itt jön föl, hogy a tartánykód ugye mivel különbözik,
ezért meg kell tennünk egy olyan bejegyzést, ami ugye az ötös fejezetben elő van írva, hogy 640 L vagy M, és ugye itt van, itt jön életbe, itt lép életbe az, hogy az X helyére be kell írnunk a megfelelő anyagunkhoz tartozó 640-es különleges utasítás mögött lévő nagy betűt. Tehát, hogyha te ezt az anyagot szállítod, és mondjuk, mit tudom én, ugye ehhez ez a tartánykód tartozik, és akkor neked egy bejegyzést kell tenni a 640-es különleges utasítás szerint, és neked itt L betűd van, akkor ugye, hogyha visszamész az alaptézisünkhöz, akkor a 640L különleges előírás. Egy ilyen bejegyzést kell tenned a dokumentumodba. Na most ennek van egy kivétele, mert hogyha visszanézzük a 640-es különleges előírást, akkor megemlíti nekünk azt, hogy ez a bejegyzés ugye elhagyható olyan típusú tartályban történő szállítás esetén, amely legalább az adott UM szám adott csomagolási csoportjához tartozó legszigorúbb követelményeknek felel meg. Megint gyönyörű fogalmazás, fogalmunk sincs, hogy miről szól. Visszamegyünk szépen a táblázatunkhoz. Újra megnézzük ugye ezt a két anyagot. Ugyancsak ugye itt a dízelolaj és a gázolajról beszélünk. Két különböző tartánykódunk van annak ellenére, hogy ugyanaz az UM számunk és ugyanaz a csomagolási csoportunk. Ugye attól függően, hogy melyiket szállítod, meg kell tenned még egyszer ugye 640L vagy 640M, attól függ, hogy melyiket szállítod. De ezt a bejegyzést nem kell megtenned, hogyha az adott UM szám, itt 1202-ről beszélünk, még ezt is ide vehetjük, ugye, mert ez is az, és a csomagolási csoportnak is ugyanannak kell lenni, tehát adott UM szám adott csomagolási csoporton belül az erre szükséges legerősebb tartánykóddal dolgozol. Tehát ilyenkor meg kell vizsgálnod, hogy a három közül melyik a legerősebb tartánykód, ugye minden tartánykódnak, illetve minden tartányhoz tartozik egy tartánykód, és ezeknek a tartánykódoknak van egy hierarchiája. Na most a hierarchia szerinti legerősebb tartányod, hogyha azzal szállítod ezt az adott anyagot, akkor ugye nincs miről beszélni, az a tartány meg fog felelni mindegyik előírásnak, és ebben az esetben nem kell megtenned ezt a különleges utasítás szerinti bejegyzést a dokumentumodba. De hogy még egyszer elmagyarázzam, nézzünk egy másik anyagot, most ne az üzemanyagokat nézzük meg, ugye jellemzően az egyik ilyen anyag, amiben nagyon sok UM szám és nagyon sok csomagolási csoporthoz, ugye azonos csomagolási csoportunk és azonos UM szám mellett több anyagunk is van, ugye az a festék, és itt is, hogyha látjátok, ez is egy jó példa, van egy 1263-as UM számunk, itt is, de ugye több helyen is, de itt már a csomagolási csoport eltér, úgyhogy én most csak ezt vizsgálom. Ugye van egy UM számom még egyszer itt és itt, ami ugyanaz, van egy csomagolási csoportom, ami kettes, itt is, de a fizikai jellemzői az anyagomnak eltérnek, ugye emiatt más tartánykódokat látok, itt és itt, ugye, teljesen más fajta tartány szükségeltetik, megjelenik a 640-es különleges előírás itt, illetve itt, tehát megjelenik ezzel együtt a 640-es különleges előírás szerinti bejegyzés szükségessége is a dokumentumomba. Megint csak ugyanott vagyunk, hogy van kivétel, akkor, hogyha én ugyanannak az UM számnak, ugyanazon csoport, csomagolási csoportjába tartozó anyagai közül a szükséges legerősebb, hierarchia szerinti legerősebb tartánykódú tartányát használom. Ugye itt láthatjátok, hogy itt már nyomás is, nyomástartó tartányról beszélünk, akkor a legerősebb tartány, a hierarchia szerinti legerősebb tartányom, hogyha azzal szállítok, akkor egyértelmű, hogy ezt a bejegyzést nem kell megtennem, mert azzal elvihetem az ugyanazban UM szám és csomagolási csoportba tartozó anyagok bármelyikét, mivel a tartány hierarchia szerint ez lesz az erősebb, az lesz a legerősebb ezen anyagok közül. Úgyhogy ez a rövidke nyúlfarknyi rész erről szól, ez elég kacifántos, egy kicsit furcsa lehet, de mondom még egyszer végeredményben erről van csak és kizárólag szó, hogy egy ilyen kis fejezetet, ha be kell jegyezned,
Mondom még egyszer ismétlés gyanán, ez csak és kizárólag azért van, mert ugyanazon UN számhoz tartozik az anyag, ugyanabba a csomagolási csoportba tartozik az anyag, de eltérnek ezeknek az anyagoknak a jellemzői, emiatt különböző tartánykódú anyagok, illetve különböző tartánykódok tartoznak ezekhez az anyagokhoz, és ugye mivel tudni kell azt, hogy akkor te végeredményben melyik tartánykódot, illetve melyik anyagot szállítod, ezért bejegyzést fognak kérni tőled, és annak megfelelően még egyszer, ha visszanézünk akármelyik anyagunkhoz, hogy melyik betűt látod a 640-es különleges előírás után, annak megfelelően kell ugye kiválasztanod a betűt, ugye, hogy C vagy D, és megtenni ezt a kis bejegyzést a dokumentumodba. És még egyszer utoljára mondom, még egyszer, hogy ha az adott anyag és adott csomagolási csoport szerinti legerősebb tartánykódút használod éppen tartányban, ugye, akkor nem kell megtenned, mert olyan, mint a pókerbe, ugye a Royal Flush, ez mindent visz, úgyhogy innentől kezdve mindent vihetsz azzal a tartánnyal, értsd úgy, hogy ugye az adott UN számon és az adott csomagolási csoporton belül, úgyhogy ez esetben nem kell megtenned ezt a rövidke kis bejegyzést. Úgyhogy ez a mai bonyolult kis, ugye annak ellenére, hogy milyen rövid, mégis milyen bonyolult, remélem, hogy valamennyire érthető volt, remélem, hogy nem zavartalak benneteket jobban össze, de ha igen, akkor jelezzétek, és akkor megpróbáljuk lassabban, még inkább letisztultabban elmondani, hogyha lehetséges, illetve természetesen, hogyha bármilyen gondotok van, bármi mással kapcsolatban is, akkor nyugodtan jelezzétek, és akkor megpróbálunk ebben is segíteni. Úgyhogy, ha keresnétek még egyszer minket, akkor ugye ezeken a fórumokon megtaláltok, kommenteljetek, kérdezzetek, próbálunk segíteni, ahol tudunk, és továbbra is folytatom ezeket a videókat, remélem, hogy használhatók, ha éppen valakinek ilyen problémája van, akkor elő tudja rántani. Úgyhogy én ezúton szeretném megköszönni a figyelmet mindenkinek, és akkor találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!